A kommunista diktatúra emberi életek százezreit tette tönkre. A kényszermunkatáborokban, éhínségben, illetve kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az 1 milliót. A rendszer elszenvedői közé tartoznak még azok, akiket börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, valamint testileg és lelkileg megnyomorította. 1947. február 25-én ezen a napon hurcolták el a kommunisták Kovács Bélát, a Kézgazdapártnak a főtitkárát, és igazából innen indult el Magyarországon az egypártrendszer, a diktatúra kialakulása. Erre emlékezve 2000. január 13-án a Magyarországgyűlés elfogadta, hogy minden évben február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja lesz, és így történt ez most jelen pillanatban Bonyhádon is, erre emlékeztünk. Én tanárként is örülök annak, hogy elég sok gyerek, fiatal is eljött, hiszen nekik is ismerni kell ezeket az eseményeket. Ez az időszak a bonyhádi lakosokat is nagyban érintette, az uradalom családokat szakított el egymástól, elhurcolták őket. Volt, aki sosem tért haza. Itt is voltak olyanok, akik részt vettek az időszak eseményeiben, de azt gondolom, hogy ez egy olyan országos nemzetközi eseménysorozat volt, ami mindenkinek az életét átszőtte. A legnagyobb tragédiák a halálesetek, a gyilkosságok mellett a lelkekben bekövetkezett torzulások voltak, és én azt gondolom, ez a legnehezebben kiheverhető is, és a legtöbb, legnagyobb hatása ennek van. Az intézményvezető fontosnak tartja, hogy a fiatalok megértsék, mekkora szerepe van a kommunista hatalom hozadékának. Én azért szeretem felidézni nekik ezt az időszakot, hogy megtanulják értékelni, hogy milyen az, amikor szabadságban élnek, milyen az, amikor kimondhatják a véleményüket, milyen az, amikor szabadon tájékozódhatnak. Azt gondolom, hogy talán sokan nem is értékelik, hogy volt olyan, amikor küzdeni kellett a szabadságért, és fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy ez egy érték, és ez egy küzdelem eredményeképpen lehet szerencsére ma már természetes számunkra. Az esemény lezárásaként koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál.